A napindító folytatásában egy vasárnapi rendezvényre invitáljuk a hallgatókat, ugyanis szeptember másodikán a Városnapi Rendezvénysorozat keretén belül szervezik meg immáron a második szabadkai félmaratont. Ezzel kapcsolatban Pásztor Bálintot, a szervezőbizottság tagját köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Az idei rendezvénynek egy olimpiai bajnok a reklámarca, ő nem más, mint Mester Gyula. Hogyan jött az ötlet, hogy őt kérjék fel? Szerettünk volna egy olyan embert a második szabadkai félmaraton arcául tudni, aki szabadkai, ráadásul elmondható, hogy Vajdasági magyar és olimpiai bajnok. Hát nem túl sok ilyen emberrel büszkélkedhetünk. Igaz, hogy elmúlt már 18 év, amióta ő olimpiai aranyot ö, szerzett röplabdában Szidniben, de mindenképpen egy példaképről van szó, egy olyan emberről, aki nem csak olimpiai bajnok, hanem Európa bajnok is, világbajnoki második helyezett. azt gondolom, hogy méltó a második szabadkai félmaratonhoz, vagy talán ez egy picit szerintelenül is hangzott, tehát megtiszteltetés a számunkra, inkább így mondanám, hogy elfogadta azt, hogy a második szabadkai félmaraton arca legyen. Ő is futni fog majd? ő nem fog futni, viszont a futók tőle fogják átvenni a befutóérmet. Azt gondolom, hogy azért ez egy nem akármilyen lehetőség és megtiszteltetés, hogy egy olimpiai bajnok fogja a nyakába akasztani az embernek az öt, illetve a félmaratoni táv megtétele után a befutóérmet. És akkor itt már el is mondtuk a távokat, tehát két távról van szó amely közül lehet választani a beválul, bevállalósabbak, illetve azok, akik kezdők még a futásban. Tehát az 5 kilométert, és a másik táv pedig? A másik táv pedig 21 km és 97,5 méter egészen pontosan, <laughs> tehát 21,1 kilométer nagyjából. Fontos elmondani azt, hogy a tavalyihoz képest annyi újítás van, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által hitelesített pályáról van szó, tehát ha például valaki Európa vagy világ rekordot ér el, mondjuk félmaratoni távon, ezt jegyezni fogja az Európai és a Világ Atlétikai Szövetség. Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fontos plusz, nem azért, mert nagy esély van arra, hogy ez a veszély fenyeget bennünket, de azt gondolom, hogy ez egy előrelépés a tavalyi, tavalyi évhez képest. Alapvetően félmaraton, szabadkai félmaratonról beszélünk, de szerettünk volna egy rövidebb távot is azok miatt, akik nem szeretnék vagy egyenlőre nem tudják bevállalni a félmaratoni távnak a teljesítését, sőt az elmúlt napokban, mióta közzétettük a, a befutó érmet, többen hívnak engem is, meg másokat is, hogy hogy lehetne ilyet szerezni, és én arra bátorítok mindenkit, hogy amennyiben nem is fut, vagy nem szokott futni, vagy jelen pillanatban nem tudja az 5 kilométeres távot se teljesíteni, nevezzen be, sétálja le az 5 kilométert, és ugyanúgy jogosult egy, egy befutó éremre, mint az, aki 15 perc alatt lefutja az 5 kilométeres távot például, hiszen egy szabadkai rendezvényről van szó, és azt gondolom, hogy a szabadkaiaknak egy külön élmény lehet az, legalábbis én így gondolom, hogy a gyönyörű városunk központjában, utcáin fussanak vagy sétáljanak. Egyébként kik vehetnek részt? akkor ezek szerint bárki, aki szeretne csatlakozni a rendezvényhez? Bárki, aki benevezett, aki nem nevezett be, még megteheti szombaton délután 4 és este 10 óra között, vagy pedig a verseny napján vasárnap reggel. 7 és 10 óra között a korzó háromas szám alatt, tehát az egykori hadsereg otthonban. Mindenki, aki benevez, teljesítheti az 5, illetve 21,1 kilométeres távot. Ezen kívül pedig a fél 11-es rajtot megelőzően gyerekfutamokra is sor fog kerülni az Active Kids Egyesület szervezésében, úgyhogy a legkisebbek is a korzón megmérethetik magukat. Tehát korcsoport nincs, bárki nevezhet, aki szeretne részt venni. Így van, sőt, talán én úgy mondanám, hogy sok korcsoport van, hiszen korcsoportonként is győzteseket fogunk hirdetni, tehát nem csak egy-egy győztese lesz az 5, illetve 21,1 kilométeres távnak, hanem ahogy az egyébként futóversenyeken lenni szokott korcsoportonkénti első, második, harmadik helyezett is lesz, és ők külön serleget fognak kapni a befotóérmen Most már csak pár nap van, eddig lehet -e tudni valamit, hogy hányan neveztek, illetve mi a cél, mi az önök vágya, hogy mit teljesítsenek, hány résztvevője legyen ennek a maratonnak, félmaratonnak? Most, most már biztos, hogy túlszárnyaljuk a tavalyi létszámot. Tavaly 514-en teljesítették a, a, a gyerekeket nem számítva valamely távot a kettő közül. Az idén azt gondolom, hogy 600 és 700 között lesz a szám, hiszen még mindig lehet nevezni, illetve a helyszínen a verseny napján is lehet majd nevezni, és a gyerekfutamok résztvevőivel együtt biztos, hogy több mint ezren fognak futni Szabadka utcáin. Akkor egy nagy álom teljesül. Igen, egy régi álom volt az, hogy Szabadkán is megvalósuljon az, amit Szerbia, Magyarország és Európa nagyvárosaiban láttunk, és én azt hiszem, hogy hogy idővel a szabadkaiak magukénak fogják érezni ezt a rendezvényt, nem csak a futók, hiszen ki lehet jönni szurkolni, biztatni a versenyzőket, ez nagyon sokat jelent, jelent, mindenkinek, és azt gondolom, hogy az útlezárások által okozott bosszúságok félretételével elmondható az, hogy mindenki számára egy, 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 érdekes, egy színvonalas rendezvényre fog sor kerülni szeptember másodikán, amit ugye áttettünk a tavaly évvel ellentétben vasárnapra annak érdekében, hogy minél kevésbé bosszantsa az embereket a, a, az útlezárásnak a ténye, ami elkerülhetetlen egy utcai futóversenynek az esetében. Jó, de én azt az... szoktam mondani, hogy ha ez megtehető Londonban vagy New Yorkban, akkor talán szabadkán is azt a 3-4 órát nélkül ki lehet bírni. Így van, mivel hogy vasárnap 10 és 14 óra között zajlik majd ez a rendezvény, ahogy említette, útlezárások lesznek, de akkor nézzük az útvonalat. Igyekeztünk szabadka szépségeit bemutatni a futóknak, ami azt jelenti, hogy a legszebb épületek előtt, a legszebb szecessziós épületek előtt zajlik majd a verseny. A főtéren lesz a rajt, végig futnak a versenye, versenyzők a, a korzón azt követően a harcosok sorakozója lakótelep felé, tehát a Prozívka felé veszik az irányt, onnan pedig vissza a városközpontba egészen a kis erdőig, és mindezen az, útvon, vagy az útvonalon többek között a Palota, a gimnázium, a kosztolányi szobor, az olimpiai Út, tehát mindezek a mindezek a, a nevezetességek megtalálhatóak. Akkor egy kis majd. történelmi visszatekintéses félmaraton lesz. Így van, ez is a versenynek a szlogenje, hogy fuss a történelmen át. Hogyan állnak a szervezéssel egyébként? Tehát most már az utolsó simítások vannak, gondolom. Igen, ma itt lesznek az érmek, a következő napokban megérkezik minden, ami a rajcsomagnak a, a részét fogja képezni, jelenteni. A tavalyi évvel ellentétben az idén tésztapart is lesz a verseny, versenyzőknek a hadsereg otthonban szombaton 5 és 9 óra között, úgyhogy azt gondolom, hogy többé-kevésbé rendben vannak a szervezési részletek. És hogy megnyugtassuk a résztvevőket, a futókat is, teljes mértékben biztosítva lesz a helyszín, tehát mentősök is lesznek és vigyáznak rájuk. Így van, ez elkerülhetetlen egy ilyen verseny esetében, és ami szintén egy újítás a tavalyi évhez képest, és nem sok, nem sok szerbiai verseny mondhatja el ezt magáról, hogy az összes résztvevő egy biztosító társaság által biztosítva is lesz, tehát mindenki sérülés esetére biztosítva lesz a, a, a verseny teljes időtartalmára. Mint tapasztalt futó, mit javasol a résztvevőknek, hogyan készüljenek fel testileg, lelkileg? Hát próbálják meg élvezni ezt a távot. Azt gondolom, hogy mindig kisebbségben vannak azok, akik, akik számára az időeredmény nagyon fontos, tehát élvezzék ki azt, hogy autómentesen lehet futni a Rajhol palota, vagy a, vagy a, a, a gimnázium környékén. Akik pedig a, az eredmény miatt neveztek, azoknak meg azt kívánom, hogy a, a, a személyes csúcsot próbálják meg próbálják meg megdönteni, és remélem, hogy, hogy szép idő lesz. Tehát akkor szeptember másodikán, 10 órától, második félmaraton itt szabadkán, amin részt is lehet venni, és lehet szurkolni is a résztvevőknek. Így Pásztor van. Bálintnak nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és itt. sok sikert, szép időt kívánok a vasárnaphoz. Köszönöm szépen.